Baranya megye is érintette a Volánbusz jármű fiatalítási programjában. Ennek keretében a napokban összesen 22 darab új autóbusz érkezik a térségbe. Ezek közül kettőt most mutattak be Pécsett. Az eseményen Hoppá Péter országgyűlési képviselő Komló és környezete vonatkozásában elmondta, fontos, hogy a komfortos utazás, illetve az agglomeráció hatékony csatlakozása a megyeszékhelyhez a mindennapokban is biztosított legyen. A napi ingázók, akik itt átjönnek a meccseken minden nap reggel és délután pedig mennek haza, ők vajon milyen buszokon töltik el ezt a napi penzumot, a megyeszékhelyre való bejövetelnek a feladatát. És azt hiszem, hogy amikor egy ilyen minden igény teljesítő zöld busz, amelyik most már ugye ezeket az Euro 6 pluszos normákat képes teljesíteni, az jó érzés olyan buszra felszállni, miről tudjuk, hogy nagyon kevés kibocsátással rendelkezik. Ugyanakkor persze a komfort szint növekedése is fontos egy ilyen új busznál, hogyha ezt igénybe veszik az utazók, hiszen az, hogy most már USB töltők vannak bent a jármű térben, és ezáltal mondjuk a lemerülő telefonokat lehet tölteni, hát ez is egy nagyon nagy segítség, és mivel arról értesültünk, hogy a befogadó szám is igazodik az igényekhez, és ez a 73-75 fő, akik be tudnak egy ilyen buszba tömörülni. Én még jól emlékszem, amikor távolsági buszokra, még amikor fiatal karnagy koromban Mohácsra, az ottani városi kórus karnagyi teendőire hetente legalább egyszer vagy kétszer ingáztam, és én is akkor távközi buszokkal jártam, akkor bizony a befogadó képesség az egy fontos és szűk keresztmetszete volt a járatoknak. Úgyhogy itt ez is adott, hogy többen tudnak állni az ülőhelyek mellett ezekben az új buszokban. Nagy Csaba országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy választókörzetében, főként Siklóson és környékén a mindennapi életet könnyíti meg a járműpark megújítása. Én azt szeretném önöknek elmondani, hogy azoknak az embereknek, akik a mindennapjaikat úgy kezdik el, hogy felszállnak egy ilyen buszra, bejönnek a megyeszékhelyre, vagy a megyeszékhelyről délután mennek haza Siklósra, bizonyára nagy előrelépés az, hogy egy környezetvédelmi előírásoknak, a legszigorúbbaknak megfelelő új busz került beszerzésre, és mindig el szoktam mondani, hogy minden egyes ilyen beszerzésnél, hogyha lehet, és ha amennyiben mód van rá, mindig figyeljünk helyi iparra, a helyi munkavállalókra. Én annak nagyon örülök, hogy egy magyarországi tervezésű, fejlesztésű, magyarországi gyártású buszpark sikerült, hogy ide kerüljön Baranya megyébe, és az országban is ugye több tucat ilyen busz fog majd közlekedni. Én ennek kifejezetten örülök, mert ez mind azt jelenti, hogy Magyarországon újabb munkahelyeket tudtunk megőrizni, illetve létesíteni. Egy utolsó gondolat, mert nagyon jön a rossz idő, ahogy a meccsekre nézek. Én nagyon örülök annak, hogy a közösségi közlekedés vonatkozásában a MÁV és a Volántársaság, az Országos Volántársaság most már egy egységes szakmai irányítás alatt dolgozik, hiszen mindjájunknak érdeke az, hogy a menetrendek összehangolása és az egyszerű utazási feltételek létrejöjjenek. Ezen az úton elindult ez a két társaság, és remélem, hogy a megyében, a megyeszékhelyen, illetve a megye többi településén élők is fogják ennek az együttműködésnek a pozitív hatásait majd érezni. Baranya azon része az országnak, ami a legrosszabb számokat mutatja gazdasági szempontból, hívta fel a figyelmet a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Őri László hozzátette, hogy az elmúlt 30 évben nem talált magára ilyen értelemben a megye, ezért a következő időszakban a helyi gazdaság erősítése és az élhető vidék megteremtése a legfőbb cél. A helyi gazdaság megerősítéséhez és ahhoz, hogy a baranyai vidék itt az ország déli peremén is élhető legyen, az elengedhetetlenül szükséges a közlekedési infrastruktúrának a megerősítése. Azzal, hogy Baranya megyében 2018 óta a polgári kormány támogatásával összesen 42 autóbusz állt forgalomba, én azt gondolom, hogy egy jelentős lépést tettünk a közlekedési kapcsolatok erősítésével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én azt gondolom, hogy most elindult fejlesztések, vagy az elmúlt években elindult fejlesztések, azok meg tudják teremteni a lehetőségét annak, hogy ne legyen hátrány a vidéki Baranya kisebb településein élni, hiszen egy jó minőségű, a menetrendet tartani képes
autóbusszal bizony oda lehet érni időre munkába is és iskolába is. Hogyha van jó közlekedés, ha van jó közlekedési infrastruktúra, akkor van helyi gazdaság élénkítés, és vannak új munkahelyek is. Én nagyon köszönöm a magyar kormány és a Volánbusz támogatását abban, hogy ez az új lendület, ez el tud indulni, elérkezett ide Baranyába is, és azt kívánom, hogy a következő időszakban a kormány támogatásával, országgyűlési képviselőinkkel együttműködve legyen lehetőségünk arra, hogy ez a járműpark ez továbbfejlődjön, és ne csak a buszpark, de a kötött pályás közlekedés, a vonat közlekedés is javulni tudjon. Az eseményen elhangzott, hogy ha javul az infrastruktúra, akkor javul a gazdaság, és jobb lesz élni Baranya megye kisebb és nagyobb településein is.